life support has arrived. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim, vagyok, jöjjnek is Warframe, jöjjön es, mert hogy kértétek, mert hogy senki nem beszél esről, mert hogy senki nem játszik essel, így aztán mi a franc van essel? Hát természetesen, mert elvették az ultiát, azóta senki nem akar játszani ezzel. Esben az ultia volt a fan dolog. Na, de az ultia már nem úgy működik, ahogy működik, elég macera is használni, úgyhogy esnek egy újat kell választani. Na most a gameplay, amit láthattok, természetesen Void mód. addig ment, amíg elfogyott az összes életem, kivételesen minden, um, hogy is mondjam, minden halálom a saját hibámból adódott, még a legutolsó is, pedig az nagyon epik volt. Bekaptam egy státuszt, és a státusznak az első tikjére Meghaltam, szerint, szóval Egy hitet bekaptam vele. Láthatatlanba, természetesen láthatatlanba. Uh, meglőtt egy mob, hit státusz bejött, és ahogy egyetiket eltűnt ez lett. Uh, ja, de mindegyik uh, halál, ami volt, a saját volt. Sokkal tovább is mehettem volna. Ez amúgy kilátszik a gameplayből is, hogy sokkal tovább lehet vele menni. Uh, hogy jól rontottam el ott, hogy Kuva Brommát vittem. <laughs> a lényeg az, hogy időnként belefutottam abba a hibába, hogy nem volt handspring a mondolásomba, tehát nem handspring ugye az, amelyikkel gyorsabban feláll, hogyha leütnek, című történet, vagy hogyha felrobban melletted valami elesel, az a lényeg, hogy knockdown recovery mod nem volt nálam handspring. Ja, mindegy. E és és gyakorlatilag a halálomat ez okozta, hogy a Kuva brama időnként mellettem robbant fel, elestem, el elment a láthatatlanság, és bum, insta haltam. természetesen. Magas szinteken már insta mindegy, milyen a modulásod. <kül> <kül> berakhattam volna talán egy quick thinking-et is, és akkor az megállítja, de abban nem lett volna semmi eh, élvezet, hogyha nem insta meg a level 500. szinten. Szóval mi kell ahhoz, hogy essel eljuss el legalább level 500-ig, eh, annélkül, hogy bármi drága modot beletenni. Szükséged van a Seeking Shuriken nevű augment modjára, egy vitalitire, egy continuity-re, illetve narrow összerakva, és egy streamline-ra, és kész az esmodulásra. Többi hulladékmodot, mint a flow, meg ezek belerakod, azt raksz bele, amit akarsz. A lényeg az, hogy legyen időd, és legyen seeking surikened, illetve némi streamline-ot, hogy legyen, miből elkapcsolnod az energiát. Hogyan működik az esnél a Synergy? Nagyon egyszerű. Seeking shurikennel lövöldözöd a magas armorral rendelkező enemiket, utána szétlövödőket egy olyan fegyverrel, ami gyorsan képes ölni. Tudom, nem mindenkinek van a bra Kuba -ja. ki lehet helyettesíteni egy tankorral, nem fog akkor csebezni, mint a kuva bramma, de a hatását a Hunter Munitions és a esnek a Seeking shuriken Seeking shurikennel ellátott augment mondja, ami az armort 70%-ban most már csak sajnos megszabadítja az ellenféltől ugye a tonkor is ugyanolyan gyönyörű munkát tud végezni, és egy tonkor mindenki számára elérhető fegyver, nem muszáj kuvobrommára menni. Lenz tessék, ott a másik lenz, ugyanúgy el lehet vele bohóckodni, ugyanazt a hatást fogod tudni elérni, amennyiben a modolásodban, a fegyveredben benne van egy Hunter Munitions és a Viral Damage. Szóval a Viral Damage, Seeking Shuriken, Hunter Munitions kombinációja az, ami itt a fegyver szinergit adja, és a level 500-as enemiket is könnyedséggel eltűnik. A Képp, amit tudok nektek adni, az, hogy vigyetek egy handspringet, hogy gyorsabban álljatok föl, vagyis, hogy instant álljatok föl, hogyha ellökne a saját robbanó fegyveretek, ez nagyon fontos, mert számomra ez okozta a halálomat. Továbbá az a tény, hogy hogy ne álljál meg, tehát level 500-nál, hogyha már elérsz, nem szabad megállnod, mindig egy másik pozícióból kell lőnöd, mert a mobok már olyan énbottal rendelkeznek, láthatatlanság ide vagy oda, egy-két lövést így is, így is be fogsz nyelni, szóval mindig egy másik pozícióból kell lőj, ezért folyamatos mozgásban kell, hogy legyél, ugrálnod kell, és a többi, ezért az ilyen cheesy modok, mint az Aviator, ez is jól működhet, de de mint mondtam, kötelezően, hát legyen benne egy vitality, bár látjátok, túl sokat nem ér. Szóval akár vitalitit ki is hagyhatod az egész történésből, de hogy őszinte legyek, az olyan kritikus pillanatokban, ahol a mobok még nem egyhiteltek, Uh, hogyha mondjuk csak, uh, ha nem lett volna egy Vitality, akkor instahaltam volna lehetséges. Szóval ott azoknál a perceknél, ahol még nem egyhitelnek a modok, de sebeznek akkor át, hogy gyorsan leterítsenek, uh, ott jó jön a vitality. Szóval uh, vitality, uh, seeking shuriken, uh, narrow, uh, narrow, minded, continuity, ezek legyenek benne, a többi mód, meg a handspring. A többi mód, hogy mit raksz be, flow, uh, streamline, ami aminek egy jól lesik, amivel kényelmesnek egy játszani rolling guard, ha hogy tetszik, hogy már ennyire ö, ö, egyszerű, tehát az igazság az, hogy már-már túl egyszerű ö, olyan modolást csinálni manapság, ami elvisz ezek, ezekre a szintekre, de ki a franc akarna elmenni ezekre a szintekre ja, és további, ö, hogy is mondjam a hatékonyság elérése érdekében, egy zót vittem, eh, exodia kontag kontagionnal, ugye ugrálsz, kilövi a az avodból azt a kis projektált, és szétrobban minden. Iszonyatosan hatékony, és megint csak nagyon-nagyon jól működik az S-nek, a Seeking Shurikenjével. Na most az én zavomba volt egy Riven, ami igen megdobja a damage-ét. Korrózívre volt húzva a Scarlet Spear miatt, korrózívra húztam ugye a zavomat, viszont akkor egy hogy időnként viral damage-et látok kiírni, megkérdezzétek, Uber nagy, és a sokadik szinten is kiválóan damage pedig kifejezetten szentientek ellen lett összerakva. Na <laughs> mindegy. A videó másik felében be fogom mutatni azt az ideális S-modolást Survivor-re, és hogy hogyan érd el azt, hogy láthatatlanban is az elemik megtaláljanak és felé győjjenek. Mert ebben a modolásban, ami nálam volt most, bár nem tökéletes, viszont volt egy kulcsfontosságú mód, ami eléri azt, hogy az enemik alert módban legyenek, ugye, és jöjjenek felét. Mert ha láthatatlanul mész el akkor problémáid lesznek a, Uh, életben maradással, és nem azért, mert a mobok nem tudna, uh, könnyen ölnek, hanem azért, mert elfogy a levegőd, mert a játék nem fogja úgy dobni azokat a mobokat. De, amint látjátok, a masszív kempelést uh, ki tudtam használni. Szóval a, a taktika a következő volt: az első fél órában természetesen csak kardozgatok, jobbra-balra zavat dobálgatom, állok és sarokba, a következő uh, időkben már kuva brammázok, és ahogy erősödnek az enemik, seeking surik el ezek. És ezeket felváltva, és amikor már eléred a magasabb szinteket, tehát 400 plusz, 500, 500 plusz felé, akkor már nem szabad egy helyben állnod. Akkor folyamatosan minden lövésednek, valamilyen másik leadott helyről kell legyen, és ügyelned kell arra, hogy egy mob, sem, se érjen oda a közeledbe, ha csak nem tud eltüntetni a level 500 at a instant. Szóval ez a taktika a, a, nagyon magas szinteken már, hogy nem állhatsz meg egy pillanatra sem egy helyben, mert hogy instant meg fognak ölni hiába, vagy láthatatlan. Arkéneknek egy Arkin Energize, továbbá Arkén fury használtam a magasabb milli damage -er. Uh, Arcane Energize uh, elég hasznosnak bizonyult, időnként azért el kellett kapcsoljak egy-két feltöltőt, biztos, ami biztos kategória, uh, szóval erre számít, Ha csapatban mentek, akkor esnek nem igazán jó. Szóval a csapat az nem es párti mert ha S láthatatlanban megy, azért fog meghalni, mert az enemik lövik. A, a, társakat. Tehát majdnem én is megjártam, leraktam egy szentinelt, egy inaras szentinelt, össze-vissza lőtték be az meg, és az a szerencsétlen inaros össze-vissza követett engem. És ugye emiatt lőttek engem is. Na, akkor én leállítottam egy helybe, és akkor mindenki oda ment az inarasz lőni, és akkor boldog voltam, mert lehetett közéjük csapni a kuvabrammával, de aztán az Inaraz valamiért gondolt egyet, és megindult, és megint követni kezdte, Úgyhogy már alig vártam, hogy leöljek. És tudjátok, nehezen ölnek le egy szent amit leraksz. Na, szóval alig vártam, hogy levéljék, végre leölték, akkor lehetett békében nyugodtan lenni. Szóval, ha essel is csapattal mész, akkor külön kell válnod a csapattól, és például nem szabad oda menned, felélesztened a társakat, mert instant lőik. Vagy ha van valami, valaki látható a környéken, akkor biztos, hogy es el fog esni. Egy kiválóan uh, szóló karakter, amennyiben van láthatatlansága. Még mindig jó DPS karakter tud lenni annak, akinek van türelme bíbelődni azzal az ultival. Tehát lehet a ultira is húzni, de úgy gondolom a jelen pillanatban nem érdemes. Ha eszedbe jutna az, hogy Lokival is ugyanezt a mondolást csinálnád meg, mint az s tökéletes és teljes mértékben működő képes. Sőt, ugye a Loki-nak számítanod kell arra, hogy van egy ultia is, az ultiával van egy uh, augment módja, ugye, ami uh, mi, milyen névre is hallgat? Ah, mindegy volt, rég volt, elfelejtettem, valami radiation, ah, mindegy. A lényeg az, hogy az enemik radiation damage-et kapnak ettől az augment tól aki tudja, írja le a kommentekbe, és az enemik egymást kezdik el lőni. Ez nagyon hasznos ilyen láthatatlan Loki számára, euh, ugye mert, hogy a radiation összezavar, az enemy, és így aztán mehetsz full viral damage-re mindeneddel, és kö, nyomható, tehát ulti és közéjük lősz, tehát tökéletesen működhet Lokival, is ugyanez a technika. A láthatatlanság, mint képesség a Warframe-ben nagyon OP, és nagyon... Um, Megnöveli az életben maradási esélyeidet. És ugye ezt ki nem használni az esnél elég nagy hiba lenne természetesen más taktikát is következ. Hozhatsz egy olyan kardot, ami finisherre van modolva, vagy egy tört covered lethality Igen, tudom, hogy nem olyan, mint régen a covered lethality, de a magasabb finisher damage érdekében hozhatsz egy olyat is. Tehát követhetsz egy másik technikát, hogy a hármossal láthatatlan vagy, és a hármas képességgel gyakorlatilag... Um, finishereled az enemiket, és folyamatosan finisherre, 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 és akkor már árként trikeri és egy energize, hogy az árként trickery folyamatosan be lenne kapcsolva, és akkor esetleg nem kell a kettes képet, képességet kapcsolni, viszont akkor megint csak, ugye, seeking shuriken, covert little is tör, vagy bármilyen card finisherre húzva, uh, seeking shuriken, hármas képesség, és um, adja neki az uber finisher damage -el. Ezt is lehet, viszont magas szinteken már ugye megint csak egy survivorben öli kell, gyorsan kell ölni, ezért döntök egy olyan fegyver mellett, ami robban, nagyot robban, környéken robban többen, amit öl egyszerre. Azért kell gyorsan ölni, hogy fent tud tartani azt a bizonyos uh, life supportot. Mert hogy ott van a mobokban, a live support, csak kurvára meg kéne ölni, és majd minél magasabb szintre haladsz, a mobok, ott a mobokban a live support a, a nagy armorú, a sok élettel rendelkező mobokban van, ritkábban a kicsikben. Szóval azokat kell iszonyatosan gyorsan leteríteni. Tudom, mit gondoltok, <kül> hát ez már, ez már túl egyszerű. <laughs> de, de jó, szóval mindig is ilyen egyszerű volt az es. Csak régen azért volt még op mert láthatatlanba mentél, és ráultisztál tisztál az enemire. Az enemi pedig <coughs> se slash okozott, most is félét és slash okozott az eneminek, ráadásul, ha leúlt tiszt az enemit és belehalt, Arkin Trickery elkapcsolt, már láthatatlan se kellett legyél, és így az Arkin trickery láthatatlanságból láthatatlanságba mentél, gyakorlatilag az S ultival, mert hogy mindenkit finisher állt, a level 200-ig, ha jól emlékszem, nagyjából level 200-ig uh, nyugodtan mehettél s és árként trickery level 200 fölött ugye, ahol már nem haltak meg az enemik, bocsánat, meghaltak az enemik az ultiába, és most is meghalnak S ultiába, a level 500-as enemik is meghalnak S ultiába, csak az a baj, hogy nem öli meg elég gyorsan őket. Össze-vissza ugrál rajtuk, megkapják a slash, uh, a slash ugye elvéreznek, csak lassan tikkelve az a lényeg. Tehát megöl bárkit az s -ulti, akár akármilyen szinten megöl, akármennyi armorral megöl őket, csak lassabban kezdi el őket. Úgyhogy level 500 fölött régen is az volt a taktika, hogy kettes képességé és seeking Most már az első perctől ez a taktika. Ennyi változott um, az esnél lustábbaknak pedig uh, covert covert lethality, ugye régen, amikor a covert lethality mindegy milyen szintű volt az enemy megölte, amikor már az ulti nem működött, akkor csak covert lethality és, és gyakorlatilag mindenkire ráugrottunk, nulli fájért, meg lelőttük valami gáz damage-el, valami, kész, és a többire pip, 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 Covert Lethality. Ezért nerfelték a Covert lethality és hát kivetesen egyetértek vele, a kurva OP volt. Tehát level 10 millió, akkor is megöli, mert hogy ilyenre volt megcsinálva. Ez a taktika még mindig működte, működhet, hogy, hogy lehet úgy modolni töröket, kardokat, hogy finisher damage -e, amit meg, hogy a töröknél meg, megdobod a Covert lethality és, és voilà, hatalmasokat lehet um, damage-elni. Hölgyém és uraim, um, Ennyi lett volna és Jöjjön a modalás, és jön az a modalás, amit én a legoptimálisabbnak tartanék, hogyha nagyon-nagyon hosszú survivorre mennétek. Nos, akkor ahogy ígértem, jön az az optimális S-modalás, ahogy én tovább tudnám ezt upgrade ezt a modalást, amit most mentem. De annak, aki nem akar túlságosan belemélyülni, de mégis el akar menni level 500-as semmikig, vagy tovább, mert gondolom látható a videóban, is simán lehet tovább menni uh, vele. Akkor ennek ezt ajánlom. Nulla formás S-prime. Ha sima s van szó, akkor minimum három forma. Minimum három forma. De a többi egy nulla formás S-prime-ról beszélünk. Szóval fontos modok ebben a, mo ebben a modulásban, Seeking, Shuriken, Vitality, Continuity, Narrow Minded. A többi azt be, amit akarsz című történet, amit látjátok, semmi nagyon extra, uh, extra nem történik. Tehát, a, uh, hogy, hogy miért van benne a Speed Drift és a Natural Talent, talent együtt, ne kérdezzétek, csak azért, mert hogy kijöjjön valami a modolásból, mert hogy nulla formás és a lényeges modok, a lényeges modok már benne voltak. Értitek? Az egyes képességnek a Natural Talent annyira nem számít. A kettes képességnél néha tényleg jól jön, hogy így bam, és, és átadatlan vagy. Amiatt jól jött nem probléma. Szóval ezen kettő mód helyett igazából e, egy ideális modolásban úgy csinálnám meg. A steel charge-ot átmodolnám enemy radarra. Az enemy radar azért, mert ha láthatatlan is vagy, az enemy alert módba rakja, és az enemy felé jön. És ez fontos egy survival esetében, ha láthatatlan vagy, <kül> a játék nem akarja mobokat felét hozni és nehéz ezt fenntartani a live supportot, szóval enemy radarra átformáznám a steel charge-ot. Továbbá, ugye, uh, handspringet beraknám, uh, hol van, hol van, hol van, hol van, mm, handspring, hogy ha kuvobrommázol, vagy bármi robbanó fegyverre csinálsz, ami gyorsan ül, ha melletted robban, instant felálljál. Instant fel fogsz tudni állni, szóval uh, enemy radar handspring. A natural talent helyett beraknám a quick thinking A quick thinking-et azért, mert hogy megakadályozza a halálos lövést a magas szinten is. És nem úgy jársz úgy, mint én, hogy bekaptam egy státussebzést, és az első tikkére annak a státussebzésnek eltűnt ezer élet. Szóval legalább így észbe kapsz, és akkor gyorsan életet tudsz tölteni, vagy valami. Szóval natural talent helyett quick thinking. És ez a három új mód, csak ugye akkor már formáznod kell legalább kétszer, minimum formáznod kell ahhoz, hogy ez a két mod beleférjen handspring együtt, lehet, hogy háromszor is kell formáznod. Szóval úgy lesz uh, igazán OP, és akkor ugye Seeking Shuriken, uh, Vitality, Continuity, Narrow Minded, <coughs> Flow ben vannak, és még lesz talán egy helyed, valamiféle mondos ez a speed drift tökéletesen uh, megfelel. Szóval, uh, de annak, akinek nem, annak nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a modolást, uh, nagyon boldog uh, lehetsz vele, berakhatsz ide, ide berakhatsz akármilyen másik modot, amelyet, uh, amelyet úgy ítélsz, hogy, hogy jó, jól jöhet akármit. Mert a, ha a lényeges modok benne vannak, ha a lényeges modok benne vannak, mint a Seeking Shuriken, akkor a akkor megvan a modolásod, és akkor stabil lábakon áll az a modolás. Uh, na, de ez az lenne, aki, aki komolyan szeret esezni, annak annak tudom ajánlani Survivor-re, hogy formázza át ezt uh, egy enemy radarra, és akkor über uh, OP uh, leszel. Szóval, ulti S, ha nagyon szeretitek, szeretnétek, és ez már nem nem is emlékszem, milyen S volt ez valamilyen es volt. A lényeg az, hogy, um, hogy, ja, hogy, ez lenne az, amivel most elment a level 500 az, az ki a, a, játék annyira egyszerű már, hogy nem kell túlerőltetned. Egy-két alapmód benne kell lennie, és, 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 és működni fog. Fegyverek. Uh, mint mondtam, kuva brammával mentem. De nem kell parázni, ha nincs kuva brammát. Szóval, mint látjátok, viral volt húzva. Hunter munition -nel. Azért oldotta meg a dolgot, amit megoldotta a dolgot Sinking Shuriken-nel. Piranha Prime nem sokat használtam, de iszonyatosan effektív volt a Sinking shuriken együtt, megint csak level 500-as enemik ellen is viral slash le húzva. A zavon, ezekből az alkatrészekből áll, ez egy nagyon olcsó zav, ha a Riven modra kerül sor. 20 platér vettem ezt a Riven modot, azért mert ez a zav nem népszerű. Szóval, de kurva OP. 20 platé vettem ezt a modot, a legdrágább, legópibb uh, is 300 platba, 3-400 platba kerülnek ennél a zónál. Konkrétan 20 platé vettem, egyet forgattam, és ez jött ki belőle. Bitch, please, nekem jó, hogy köszönöm szépen, mentem tovább. Uh, szóval, ja, Exodia Contagion, ami végzi a nehez, munka nehezét itt. A modolás kifejezetten Exodia Contagionra készült, és szentientek ellen, <laughs> mert ugye Scarlet Spear-re használtam. Uh, Ennyi, ennyi lett volna. Nincsen kubobra, már nem probléma. Itt egy zar, zar ugyanaz, csak át kell modolnod a korrozívot, mert nekem most egy korrozív, át kell modolnod wire Nagyon jó. Uh, nincsen um, zarod, akkor van tonkorod, és tonkor happy days átmodolod, viral nekem már be van viral Happy Days Hunter és ugyanazt a hatást éri el. A különbség az lesz, hogyha erősebb egy fegyver, akkor kicsit gyorsabban öl, ha nem erősebb, kicsit lassabban, de elég gyorsan ahhoz, hogy life supportot tudjál feltontani. Nincs donkorod, van lenzed, um, lens, lenz, bam, csak én ezt más nem fajtákra használom a lenzt, így aztán így van modolva, de tudod mi a dolgod, viral húzni. Ennyi a történés, hölgyeim és uraim. Uh, gyorsan ülő fegyverek a szólózón. Uh, ennyi. Ennyi. Ennyi lett volna. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem tudtam segíteni. Tetszett a videó, iratkozz föl. Uh, csatlakozz a klánunkhoz, link a videó leírásában, hogy mit kell csinálni, hogy kell csatlakozni. És a Discordunkhoz, link a videó leírásában. Annak is bárki csatlakozhat. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!